Aztán hogy lett végül is az Omega tagja? Ez úgy volt, hogy egyszer csak úgy, na akkor most már nem csak írja, hanem tag is, de ez csak egyetlen egy bulira szólt, a hajón játszottunk, és nagyon rossz volt, hogy rosszul jöttünk ki, hogy rosszul szólt a buli, vagy valami, nem tudom mi volt, és akkor azt mondták, hogy inkább ne. Hát jó, nem se túl jó. Hát akkor elmentem, hívtak a Skampolóba, elmentem oda egy kicsit, akkor ott nem olyan sokat, 3 hónapot gondolom én, egy negyed évet lehúztam, ott nem volt olyan fajta ilyen elszánt komoly munka, és egyszer marhára asztali fociztunk, és telefonhoz kihívtak a portára, és a Laox volt. Azt mondja, hogy minden nagyon komolyra fordult, mert a John Martin akarja kivinni az Omegát, és hogy mit tudom én, 28 nap múlva indulás Angliába. Azonnal nótákat kellett írni, és egy ilyen eldőlt az életem. Józsi azt mondta, hogy most ez van. És én mentem utána, mert egy olyan karizmatikus vezető volt, hogy egyszerűen mentem utána. A régi csivészek nem ismernek engem meg, rézik, hogy tézek, aztán tovább mennek. Angliában 1-2 hét alatt tulajdonképpen a világsztárrá válásnak a küszöbére jutottatok, fellépés a BBC-ben, angol nyelvű lemezetek jelent meg, szóval úgy nézett ki, hogy most akkor iszonyatosan meglódul. Há igen, de hát ezért... Volt egy határ, amin soha nem lehetett átlépni, mert hiába volt a Józsi elképesztő tehetséges ebben a úgymond menedzselésben is, azt nem tudta előteremteni, amit senki, tehát nem tudott pénzt mögénk rakni. És azért hiányzott a tudásból is egy jó nagy darab. Tehát attól, hogy mi nem voltunk a Márki stúdióban, és ott, attól mi még nem tudtuk, hogy kell lemezt csinálni, attól mi még nem tudtunk elég jól játszani, mi nem tudtunk még elég jól angolul énekelni, azt hiszem talán később sem. És de az, hogy ezt egyáltalán létre lehetett hozni, hogy ezt el lehetett érni, az tényleg egy nagyon nagy dolog volt, de a nagyon fura lecke volt, semmit nem értettünk az egészből, azt lehet mondani. Tehát én esküszöm, hogy úgy jöttem haza, hogy semmit nem értettem meg Angliából, lehet, hogy nem is kellett, vagy nem kellett volna. Nagyon sok mindent tanultam, hogy az szakmailag. Tehát elkészült az első lemezet. Hát persze, de hát az nem volt jó. Előbb volt, mint magyar. Igen, az előbb volt az Omegának angol nyelvű lemeze, mint magyar, de ez nem volt jó ez a lemez. Ez nem volt jó ez a lemez, de valamit tanultunk ebből is. De hát hol tanultunk volna, könyörgöm? Mindenki úgy tanulta, hogy tudott, abból tanulta. Ezt a szakmát úgy lehetett megtanulni, szerintem ma is úgy lehet, és úgy is kell megtanulni, hogy hallgatsz. Hallgatod a többieket, hallgatod azokat, akik lenyűgöznek téged. Nem sokkal az első lemez után, viszont mindjárt itthon megcsináltatok a másodikat is, az már olyan hihetetlen slágerekkel, a Petróleumlámpa, a Gyöngyhajulány, és azzal ugye már a Tokiói Nagydíj is. És ott akkor ezen a, hát az Omegának ezen a csúcsán, te úgy döntöttél a Laux-szal, hogy elmentek. Igen, mert úgy gondoltam, hogy én szeretnék valamilyen más zenét játszani, de azt nem úgy kell csinálni, hogy én megpróbálom kényszeríteni a többieket a zenekarból, hogy mást játszanak. Szóval valami mást szerettem volna csinálni, nagyon sok zenész barátom lett, akik egyébként, ez azért érdekes, mert akkoriban volt egyfajta ilyen banda szellem, hogy a többi zenekarral csak olyan módjával barátkozunk, mert hogy hát ők a ellenfelek. És nekem ez nem nagyon ment. Én elkezdtem más zenészeket itthon is hallgatni. És akkor úgy valahogy aztán én elkezdtem így álmodozni egy bandáról, hogy milyen bandát csinálnék,
És akkor lett ez a zenekar, lett ez az LGT. Az egy eléggé viharos válás volt egyébként az Omegával. Én emlékszem akkor, hogy a Kinizsi utcában, meg az épületen, hát az Omegának egy fanatikus szurkoló tábora volt. Hogyne. Kiírták, hogy persze, Laux áruló, oda volt írva krétával a falra. Ez teljesen érthető is. Nem? Bámulnak rád az emberek, mit teheted? Én nem tilthatom meg. Mi elég hamar kibékültünk és jobba lettünk, mindenki jól járt. Szerintem az Omega jól járt, hogy én nem voltam ott tovább, mert valamit elkezdtek csinálni, ami nagyon sikeres lett, és tényleg az az Omega. Te még elkezdtél valami egészen más csinálni, annak ellenére, hogy az első lemezed után valami olyan kritikát olvastam valahol, hogy nincs még 100%-osra felfűtve ez a mozdony. Nem is volt. Túl hamar csináltuk a lemezt, és én szerintem még a második lemezt is túl hamar csináltuk. Szóval én úgy gondolom, hogy azok a lemezek nyilván, tudom én, sikeresek voltak, de nem voltak elég jók. Nem voltak elég jók, mert valamiért elkapkodtuk. Aztán a harmadik lemeznél azt úgy gondolom, hogy akkor helyreálltak a dolgok, mert akkor sokat gondolkoztunk előtte. Boldog vagyok! Boldog vagyok! Beteg vagyok! A boldogság népi harca van, szól a dal. Minden lemezeteken legalább egy olyan szám van, aminek a vonatok vagy. Persze, hát két dolog nagyon idegesítette az Erdős doktort a hanglemezgyárban, amikor egyáltalán valamilyen fajta beszélőben voltunk. Az egyik a vonatozás volt, a másik meg a mindenki. Mindenki, 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 mindenki. A mindenkinek azt megértettem, hogy annak van politikai értelme, hogy őt idegesíti, bár én soha nem gondoltam ebbe bele előtte, de ezt megértettem, hogy őt idegesíti, hogy a vonat miért idegesített ki, azt nem tudom, és akkor ez egyre jobban szerettem a vonatokat, hát nyilván ugye a nevünk erről szólt, nekem soha nem volt kis vonatom, és most ez nem valamiféle ilyen sírám. Szép erdői. Soha nem, igen, nem volt nekem kis vonatom, de nagyon-nagyon szerettem ott állni egy ilyen modellbolt volt ott, nem olyan nagyon-nagyon messze tőlünk, és akkor ugye elnéztem, hogy tetszettek nekem ezek a dolgok. Hát a vonatnak azért volt, hogy némi köze a szabadsághoz, tudod, hogy fölülszél, van te semmit. Nagy kérdés a helyzetem, hogy fut velem, vagy jön felé a sínekel. A Roblexikonok egy egészen egyszerű mondatban leírják azt, hogy 72-ben a Víg Színház felkérte Presser Gábort a Képzelt Report című déli regény megzenésítére, pont. Na most, ennél azért a dolog annyival bonyolultabb, hogy úgy emlékszem, hogy a regényben a Déri azt írja, hogy a Mick Jagger illésdalokat énekel. Tehát minthogyha a mester a szörényéket álmodta volna ehhez a darabhoz. Igen. Nem mondta, hanem illés címeket adott. Hát, ugye most ez a darab sokatszor kever, vagy kavar nagy vihart, és hát én soha nem gondoltam, hogy ezt én fogom megmagyarázni, ezt én hagyom másokra. De hát ugye, ha valaki végignézi, akkor megint vissza kell térjek ahhoz a szóhoz, hogy a játék. Tehát a Déri ez egy óriásit játszott, hogyha ezt végig gondolod. Itt földobálta, és hagyta leesni, és nem rakta össze. Szóval ő szerintem nagyon gonosz módon elszórakozott egy csomó dologgal. Az egész rockfesztivál, vagy kábítószer kérdés, az egyáltalán nem is létezik. Ugyanis nem a fesztiválokról van szó, hanem én azt kérdeztem, hogy mert sok vitám volt erről benne a színházban is, és azt kérdeztem a Déritől, hogy mester, jól gondolom, hogy ez a darab arról szól, hogyha innen elmész, ezt viszed magaddal? Mert itt arról szólt, hogy két ember elmegy Magyarországról, az egyik 45 után, a másik 56 után, az egyik zsidó, a másik keresztény, találkoznak Amerikába, egymást keresik, mindenhol egymást keresik. Mindenki, aki innen elment, a másik magyart keresi valahol. Mindenki viszi magával ezt a hátizsákot, és benne ezt az egészet, hogy Magyarország. És erről szólt, amit a Déri írt. Ez érdekelte a Déri, de ezt 56 után néhány évvel, amikor ő ezt megírta, ezt
nem tudom, hogy ő akart ennél nyíltabb lenni, vagy hogy ezt esztétáknak kellene elmagyarázni, hogy mi ez, amit a Déri így földobálja a puzzle-t, és eszébe sincs összerakni, azt mondja, hogy rakosgasd, és én majd röhögök rajta.